Sokak véleménye az, hogy a siker záloga az, hogy nem adod föl. Mindig kell legyen új gondolat, amivel tovább haladhatsz, és csinálni kell. Az én véleményem az, hogy eljön az idő, amikor fel kell adni. Ezek azok a pillanatok, amikor szembesülünk azokkal a nehézségekkel, amelyek akár rajtunk kívülálló, akár a mi általunk generált hibákból, de ellehetetlenítik az utat. Lehet, hogy csak ma, lehet, hogy sokáig, de éppen most azt érezzük, hogy fel kell adni. Valamit nem szabad tovább húzni. Időben kell tudni megállni, amíg nem késő. Amíg megteheted, addig tedd meg. Van, amikor azt kell cseleked, hogy tovább haladsz, valamikor meg kell torpanni, és valamikor vissza is kell fordulni. Erre számítani kell, hogy eljön az idő, amikor ezek a gondolatok uralkodnak a fejedben. Aki ezt nem teszi, az mindig meglepetésként kapja a rossz hírt. Minden folyamatnak vannak nehézségei, és bármennyire felkészülsz, akkor is egyszer csak elérkezel oda, hogy a határon vagy, és az, hogy átléped ezt a határt, ezt te nem fogod tudni pontosan. Hihetsz magadban, bízhatsz a folytatásban, és akkor is tudsz előre menni. De ki garantálja azt, hogy célba is érsz? Azt gondolnánk, hogy a hiten van a hangsúly, pedig biztos, hogy nem, mert bizonyos dolgok akkor is működnek, amikor nem hiszel benne. Például, amikor rossz dolgok történnek veled, nem is gondoltál arra, hogy rossz dolgok történnek veled, egyszer csak megtörténnek, nem is hihettél benne, tehát a hit nem lehet alapja annak, hogy mi történik veled. Ja, persze, tényleg számít a hit, de a valóság sem elhanyagolható. Attól függetlenül, hogy a hiten keresztül rengeteg mindent meg lehet úgy oldani, hogy meghazuttoljuk azt, hogy mi valóságos, és olyan eredményeket érünk el, amiben más azért nem hit, mert tudomása volt arról, hogy ez lehetetlen. Ez jó, ezzel mindenki találkozik az életében, valaki sokszor, de most egy teljesen más esetről van szó. Ahogy az előző vlogokban mondtam, sok mindent meg kell most csináljak, le kell zárjak bizonyos feladatokat, hiszen olyan régen húzódnak, hogy már szükséges az, hogy kapjak valami pozitív visszacsatolást a munkámra. Több oka volt ennek, az egyik az, hogy már megint egy technikai hibába ütköztem, ami egy fél napba került, hogy kisilabizáljam, hogy mit kell tenni. Nem kaptam igazi megoldást, tehát még mindig majd későbbiekben ezzel foglalkoznom kell. A másik, hogy kezd rám telepedni már a jövő hét súlya, igaz vasárnap van, pihenni kéne, de folyamatosan dolgozni kell, és már a jövő hét itt van a küszöbön, és már azzal kell foglalkoznom. Olyan fajta káosz van körülöttem, hogy ha körbenézek, akkor minden rendben van, egyébként van egy hatalmas nagy nyomás, tulajdonképpen Összetorlódtak a dolgok, a régi dolgok, amelyek nem lettek elvégezve, mindegy, hogy miért, és a jövőbeni dolgok, amelyeket már el kell kezdeni, mert ha időben nem kezdem el, akkor majd később lesz sok probléma. Ettől még nem adnám föl. A gondolat, hogy mégiscsak feladom, például nem csinálom meg valamelyik projektemet, az az, hogy érzem azt, és látom azt, hogy túl sok már most, és mi lesz majd a közepénél a végéről nem is beszélve. Nem kérdés, hogy föladom, tény. Azt hiszem, már ezt eléggé eldramatizáltam. Szó szóval sincs arról, hogy úgy adjam föl, ahogy próbáltam sugalni. Azt szeretném elmagyarázni mindenkinek, hogy ezek természetes gondolatok, hogy ezek megfordulnak a fejünkben, de nem kell ennek hinni, pontosabban nem úgy kell értelmezni a feladás szót, akár magunk fogalmazzuk meg, akár más, mint ahogy azt hétköznapian általában szoktuk értelmezni. Ilyenkor üljél le 5 percre, és gondold végig, hogy miért csináltad eddig. Gondold végig azt, hogy miért fogod csinálni ezután. Nézd meg azt, hogy milyen lehetőségeid vannak, és hogyha arra jutsz, hogy semmilyen lehetőségeid nincsen, akkor is gondold át így az egészet. Tehát az első az, hogy megállok, a második, hogy körbenézek, és biztos, hogy nem adom föl, és haladok tovább. Viszont feladok valamit. Feladom azt, ahogyan eddig csináltam eljött az idő, hogy most meg kéne állni, és nem szabad folytatni, mert más jövőbeni dolgok rovására megy az egész. Én a következőt fogom csinálni, mint ahogy a mai nap is ezt fogom tenni. Olyan lesz, mint egy válságkezelés, tehát azt csinálom, ami a legfontosabb, lejjebb adom a minőséget, nem pont ugyanazt a cél fogom elérni, egyszerűsítek a dolgokon. És drasztikusan elkezdek valamilyen folyamatot, például lezáró folyamatokat. Húzok egy vastag vonalat, és minden, ami ide be kellett volna érkezzen, az a mai nap be fog érkezni. Ez azt jelenti, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy fizikailag elvégezzem azt, aminek el kell végződnie. Tehát lezárom azokat a folyamatokat, amelyikvel nem vagyok kész. Addig nem fekszem le, vagy ha le is fekszem, fölkerek egy óra múlva, és befejezem. Az biztos, hogy hétfőn úgy kell fölkeljek, hogy kész vagyok. Tehát tulajdonképpen feladom azt az eredeti feladatot, amivel nem tudtam lépést tartani a saját terveimben. Megváltoztatok valamit egy nagyon kicsi időre, ez egy kis kaotikus szakasz, és ebben úgy viselkedem, hogy nem nézek a jövőbe, nem nézek a múltba, hanem elhatározom, hogy csak ezzel foglalkozom, és csak ezt fogom megcsinálni. Föladtam azt a folyamatot, ami volt, és elfogadtam egy idéglenes folyamatot azért, hogy holnaptól folytathassam, az előző folyamatot soha nem adom föl, csak újra tervezek.